Sziasztok, Jenci vagyok, és ez itt a új Crusader Kings sorozat Foxival. Hello. És én, vagyis mi az Old Gods nevezetű DLC-vel fogunk játszani, és ez még egyéb... Igen, és még egyéb kiegészítőkkel, és itt a vikingekkel fogok keményen játszani. Bence meg... mi is a neved? King Maelz Ariain. A Flayed Bertheid. Igen, vele fog játszani, de mindegy, én Ostlandettel leszek. Ez a legerősebb ilyen norvég, vagyis ilyen északi törzs, és ezzel el fogom... A legerősebb ír királya. És én ezzel meg fogom csinálni egész norvég királyságot, és a Tom akkor a skandináv császárságot. Na, akkor indítsuk is el. Oké. Én meg az ír királyság. Ott szeretném megcsinálni. Ez nagyon komoly lesz így. Illetve akkor már egy kicsit Tristan és Izoldázok. Júj, Tristan és Izolda. Szegény Tristan nem tudta, hogy mit csinál. Öngyilkos volt mindig. Fú, ezt annyira szeretem. Én nem váltotta át. Tényleg? Más, ugyanaz, mindegy, nem baj. De átváltotta. Átváltotta, megnézlek. Aha, jó. Várjál, hol vagy? King... Mael Ciarain Tara, nem? De az. Ez mi? Na mindegy, ez nagyon dura. Akkor itt, amit látjátok, nekem van egy alap 333-as testőrségem. Én ezt úgy hívom, testőrség, és ezek nagyon kemények, és ezekkel lehet fosztogatni, és a norvégok, vagyis az északiak még arra is képesek, hogy behajóznak ezeken a folyókon, és szélgyaknak ott mindent, és fosztogatnak. Ez egy nagyon pozitív tulajdonság. Na akkor, elsőt is, amit el kell kezdeni. Mindketten nézzük meg, hogy milyen helyzetben vagyunk. Ugye? Ja, nekem ambíciót kell fölvegyek, és én beszoktam rakni, hogy a norvég királya szeretnék lenni, mert az egy nagyon menő dolog. Ilyenkor jogom van mindenkit szélgyakni itt a környékemen, és összetudom, vagy meg tudom alapítani egy ilyen nagyobb hercegséget, utána meg majd Norvégiát, hogy sikerül. Először is megnézzük, hogy... Van most már olyan, hogy el lehet menni a bordélyhoz. Tényleg? Aha. Ja, amúgy, ja, tényleg, azt én is szoktam egyszer-kétszer használni. Na, akkor nekünk... meg is nézem. Ki nyújt itt, vagy ki jelent itt nagy veszélyt ránk. Itt van mellettünk ez a... Svixkiod. Remélem, így kell kiejteni. Na, ez így föl fog így bomlani, vagy nem tudom, mi fog vele történni, de érdekesen fog kinézni. Na mindegy, én ezt a Dalt, meg ezt a Westergotlandot meg fogom szerezni magamnak, ezért meg is nézzük, hogy kik nekem itt az embereim itt a tanácsba. Fú, 16 ennek, 21 akkor ez lesz. Jó, akkor Dalra kiküldöm, hogy majd elfoglaljuk. És remélem a legjobbakat rakták be, 10. Meg 10, oké, ez is jó. Ez meg trained troops. Az a baj, az elején csak 2 terület a miénk, ezért sok magánkatonánk nem lesz, csak 1000. Az is azért az elég jó, az 1000. De így azért mégiscsak kevésnek tűnhet. Hát figyelj, nekem 356 katonám van, szóval azért megvanaszkodjunk. Hát jó van, de mégis azért kell ide az action, tudod. Na mindegy. Oké, Spymaster. Ennek melyik 10? Vagy ennek 10, ennek meg 12. Akkor itt mindegyik a legjobbra van először nekem állítva. Ez elég jónak tűnik így az elején. Oké, Learning 14. Hát a legnagyobb, ennek meg 20. Ó, hát ez profi. Akkor kiküldjük mi az embereinket szépen. Dolgozzanak. Tiszta jó. Lehet kérni 300-at a zsidóktól. Aztán utána meg ki lehet őket átkozni, és elmennek akkor ott az országodból. Tényleg? Miért vannak nála zsidók? Szerintem van egy zsidó nálam, mert tudok. Vagy az nem tudom, mitől függ, hogy lehet. Ez valamitől biztosan függ, nem? Nem tudom. Megnézem mindjárt, hogy van egy zsidó nálam. Elküldöm Bizáncba az emberemet, hogy tanuljon ott kultúrát.
Az úgy eléggé jó lesz. Nem, nincs zsidó. Akkor csak simán lehet. Te is tudsz szerintem. Nem tudsz? Nem, én északi vagyok, tudod te is. Az nem tudsz. Ó, oh, szíve. Ja, nézzük, az embereim nagyon nem szeretnek, ezért van egy tök jó cuccos, hogy itt rámegyünk a Intrigue-ba, vagy nem tudom mi ez, és akkor ugye itt vannak ezek a cuccok, amiket be lehet indítványozni, és ez nekem ez a Hold a Great Blot, ez ilyen nagy lakomát jelent, és ez csak 6,34 goldba kerül, ami nekem nagyon jót jelent igazából, mert itt happy lesz mindenki, és én kapok ebből prestige-et. Az első dolog, amit tehetünk, ugye, hogy várunk, el is indítom, jó? Elindíthatom? Pillanat, még itt megnézek pár dolgot. Elindíthatod. Oké. Okay. Hármasra elindítom. Itt mozgolódnak itt a mellettünk lévők. Ja, egy kérdésem lenne benn, Foxy. Igen. Hogy, már itt valami történt, ja jó. Hogy, nekem, hol vannak az északiaknak azok a területeik, ahol vannak azok a vallásos helyek? Azt nem tudod? Nyomjál rá a... Jézusom, megtámadtak minket? Nem. Jó szerencsére, nem engem. Állítsd még egy pillanatra, mert itt... Igen, akkor mutatom. Religion? Rá kell menned a religions, religionre, rákattintasz a Norse-ra. Azt itt vannak, várjál. Upland, látod az összeset. Shyelan, Mare. És ha ez meg lesz, akkor tudom, megreformálod a hitedet, te leszel a fiókér. Az tök jó. Na akkor... Ez ilyen, ugyanolyan, mint a pápa, csak északi hídben. Aha, csak nem tudom, hogy hol van ez a Zéland, meg ilyenek. Az most érdekes lesz. Huha. Ja, oké. Meg nekem Gavelkind ugye a rendszerem, az öröklési rendszerem, szóval mindig jobba kell lenni, aki az örökösem. Az a mindig jobba kell lenni. De az első, hogy megnézzük, hogy van-e lányom, vagy fiam, vagy valaki. Oké, semmi sincs. Az problémás. Jó van. Akkor indítom, jó? Oké, mehet. Persze. Hármasra nem tudom rakni, mert akkor valamiért elaggolsz. Üha. Oké, ez tök jó lesz. Ez így nagyon tetszik nekem. Oké, nem annyira. Na, mindjárt megmutatom, hogyan kell fosztogatni. Ez a telemark, ez hogy néz ki? 23, declare war. Aha. Ezt így meg tudom csak simán támadni. De akkor igazából kezdjük is el a foglalgatást. Aha. Bence, most tudok dönteni, mert ugye az volt az ambiciózusom, hogy én legyek Norvégia királya. De én most meg tudom támadni a svéd részét, és akkor tudok háborút indítani, hogy ugye, hogy Svédországra. Ezt én nem tudom. Ez érdekes, mert itt tudok dönteni, hogy svédet, vagy pedig Norvégot kezdek el foglalni. Szerintem a Norvég az jobban megéri először az elején, utána a svédeket majd egyenként felaprítom. Jó van, akkor támadjuk meg hát őket, most mit csináljunk velük. Declare war. Oké, ennyi volt. Egységeket felhívjuk. Ezt örüljenek. Szia, darálom őket. Ezek most... Azt bírom, hogy elkezdenek egyszer csak menekülni, aztán így kerülgetem őket a hegységekbe, így keresem őket. Ez így nagyon jó lesz. Másőnek elkezdem őket foglalgatni. Mi a kettes leraktam el, valami lak voltál. Na, most jött egy zsidó hozzám. Őha. Valamiért fel akar ellenem rázadni. Hát... No uploads. Na, jó van, akkor küldök neki egy olyat, hogy... És nem fogja elfogadni. Ez de... Aha, mert ő akar lenni az Ostlandetnek a királya. Hát akkor bebörtönözöm. Ennyi, most ezt tudja csinálni, most örüljön így. Oké, akkor indítom.
Nyomassuk, 1500-as seregem van. Súgy, egybe raktam. És nyomás van. Telemarkot elfoglalom. Az lesz ebből a jó, hogy amikor elfoglalom, nem utálni fog, aki ott él, hanem így jobban fog szeretni. Komoly, mi? Ez egy nagyon vicces dolog. Jó van, és akkor így majd meghordítom az egészet. Ó, de szeretek a vikingekkel játszani, ezek annyira élvezetes. Nézzük, mi a helyzet most ott. Most először rendbe kell hoznom az országomat, mert így mindenki utál engem, hogy most el kell vennem a lazarusainkkal a földeket, hogy az enyémek legyenek, mint meg tudom szivatni őket. Meg a fél... Az anyám itt panaszkodik nekem, hogy neki nincs férje. És ő csak 37 éves, akkor én hány éves vagyok? Ugye az anyám volt. 37 éves, én meg 17 vagyok. Jó? Jó van. Akkor keressünk valaki jó férjet neki. A világban történt valami? Én nem találtam semmit, hogy valami egyéb érdekes. Érdekes van. Semmit. Nekem kellenének a jó. Így, 16. Ez tök jó lesz nekem. Na, oké. Kerestünk neki egy jó kis emberkét. Sajnos szláv, ugye. Oké. Jó lesz, ez oké, meg lesz. Na, mindjárt elfoglalom Telemarkot. Kemény összecsapások folynak itt a város elfoglalása érdekében. Te meg akar kell, hát ez komoly, megkerül és akkor elkezdi a fenti északi területeimet foglalni, hát ez hülye. Én mindjárt befoglalom az egészét neki. Ezt annyira bírom, ezt a logikáját. Tényleg a zenér nem fogja kinyomatni a videót? Nem. Ilyenért nem. Jó van. Mert ez gondolom Crusaders Kings engedélyező, nem? A Paradox meg egyébként is ír. Írsz nekik, aztán mindenképpen segítenek, legalábbis ez volt a tapasztalat más videósoknál. Uh-huh. Ja, mindjárt foglalom Telemarkot. Nem tudják megtámadni a városomat, mert nincsen elég embere. Oké, megvan. Az egyik. Hú, ez sokáig fog így tartani. Próbálom gyorsítani. Jó. Csak olyankor ne mozgasd. Ez így tök jó lesz. Elfoglaljuk az egészet. Ja, meg a dalos végijátszásomat is folytatni fogom. Azt nem szeretném abba hagyni, mert most ugye frissítetve, patchelve lett az egész játék, és eléggé jó dolgok vannak benne, amiket szeretek. Őha. Laggok folynak itt. Ha mindjárt foglalom. Magyar Nomad Snowmore, neked is küldte? Ja. The King of the Magyars Almos. Aha, jó van, Kárpátiát foglalhatja miattam. Engem az nagyon nem érint. Tényleg, Bence, szerinted megérni, ha délre elmennék és ott fosztogatnék? De akkor rengeteg sereg kéne, nem? Nem menne, mert hogyha megpróbálsz kifosztani mondjuk egy... nem tudom, Lotharingiát, az bemordulna veled, aztán fájna neked nagyon. Ja. Na most figyeljétek, fönment a véleménye, az előbb 23 volt, most meg 44, komoly, mi? Hát ez ilyet én még nem értem. Most várunk egy picit. Itt a Harald. Kemény. Ez ilyen helyőrség, ez ilyen nagyon kemény, és nem lehet őket lepakolni. Vissza is küldöm, őket nem is fogom használni.
Most mindenki ugyanabban a háborúban háborizik, valami King of War Bone lesz el. Ez ellen, a Shudra jár ellen. Mert ezek itt elkezdtek hódítani, aztán az egész ír nép fölkelt ellene. Az komoly, Bence. Ezt hallgass. Elfoglaltam az egyik területet, ugye Telemarkot, és ugye az a norvég subjugation-öm volt. De most még tudok menni még svédre is, megcsináljam? Hát, szerinted? Betom az egész, nézd meg azt a svissziodot. Jobbra tőlem, azt az egészet betom gyakni. Szerinted? Megpróbálkozzak vele? Mi saját melletted? Ott mellettem azt a lillát. Aha. 1500... Túl nagy. Túl nagy? Ezt nem tudod legyőzni. Csak 1541 embere van. Nem tudod legyőzni szerintem. Hát, ja, lehetséges. Az, jaj, az lehet, hogy nagy lenne. Akkor ezt a kicsi mellettem. Dalnak neki, és akkor melyiket támadjam meg? Itt lentre is terjeszkedjek? Hát azok, ott vannak azok a picik Agder, Rogaland, azok úgy tűnnek, mint hogyha gyengék lennének. Meg itt az a Trondelag, ezek mind kisebbek, mint te. Ja. Ezeket simán lecsapom. Nekem meg itt össze kell szednem az erőmet, hogy valamit tudjak kezdeni, vagy nem. Jó, még szerencsé, hogy ilyen kezdeti időben még nincsen senkinek se szövetségese. Ja. 1095 embere van, nekem mindjárt megnézem az enyémet. Nekem 1409. Jó van, hát picit nehezebben, de le fogom őket győzni. De tényleg kéne feudál levíz, aha. Nekem az be kéne vezessem, nagyon kellene. Pénz az jön mondjuk. Aha, maximum. Ezt beszavaztatom, hogy a legtöbb... De ez ellen a Shudra jár ellen van... Elindítottad a videót? Aha. Van 10 ember, és ő nyer. Rányelést, ez simán. Tényleg? Aha. Ez jó, mert szétgyengíti az íreket, én meg majd szépen bekaszálom mindenkit. Ez komoly. Ez nagyon durva. Megszületett a fiam, az lesz a neve, hogy Berzi. De jó. Na, így ez jó lesz. Na akkor... Picikét várok, hogy visszajöjjön a hadseregem. Ugye? És akkor... Nekik támadok. Vesztergötlennek. Az jó lesz, érzem, ez kemény. Ezt még elfoglalom? Elmegyek a... Van ilyen, hogy... Pilgrimage, azt hogy hívják? Melyiket? Pilgrimage az mi? Az a... Milyennek a neve? Jó kérdés. A zarándoklat, nyerj zsámbe. Mindig itt háború van, úgyhogy nem annyira. Kellett volna, de mindegy. Aha. Become the king, aha. Szóval remélem, hogy azt tudom, hogy ezeket megtámadom, és akkor van jogom még svéd királyságot csinál, meg Norvégot is. Remélem van. Na, elértem én zsámat. Bátor lettem. Yeah! Na, az tök jó. Flanshin. Aztán majd meg fosztogatni. Megnézzük, hogy nem akarnak ellenem. De jó van, semmit. Jó van, őket akkor megtámadom. Aharon, Ben David. De zsidó nyert cuki. De nem szeret, Hát figyeld. Ne csodálkozz rajta.
Most már szeret. Csak 1100-as a serege, nekem meg 1485. Akkor jóval jó. Akkor simán betom dalt is. Jó, diplomáciát azt növelem ezzel a soszlatlottya, vagy nem tudom mi ez. Érdekes nála. Milyen időközönként lehet törvényeket létrehozni? 10 éve, szerintem. Ja, 10 éve. Lányom született, bassza meg. Nem elég jó. Az nem elég jó. Fú, ezeket most legyőzöm itt. Már megint valaki lá... A feleségem, hát nem igaz, meg akar ölni, hallod? Ad, várj, avar neki. Opinion. Na, ezt megkapod. Ezt a end plot fogad, de remélem, hogy sikerülni fog. Hát remélem. Azt mondja, hogy nem foglak megölni, kedvesem. Jaj, de jó. Nagyon jó, oké. Már nem. Ez mindenki így, először meg akar mindenki ölni, hallod? Föl kell tornászod magad olyan 2000 prestízsre, hogy, hogy téged... Ja, igen, és akkor így, ja, te király vagy, ja. És ott hagynak. Ja, valami hasonló. Fú, most letámadom őket, most kíváncsi leszek, ki lesz területi elénybe. Nem én leszek. Aha, senki, az tök jó, az tök jó. Ezek simán legyőzöm. Na, akkor itt küzdjünk. Simán legyőzöm ezeket. És legyőztem végre. Ho-ho! 87%.